esküt tett az új honvédelmi miniszter, és döntött a parlament a katonaság bevetéséről a menekült helyzet miatt. Igaz, a katonák már most is a határon vannak gépfegyverekkel. Közben a laktanyákat is feltöltötték tartalékosokkal, Orbán Viktor pedig arról beszélt a parlamentben, hogy Magyarország és egész Európa veszélyben van. Rédli Balázs tudósít. Sorra egymás után verik le a katonák az újabb kerítés cölöpeit Beremend mellett. Két uniós ország közé épül kerítés a horvát-magyar határon. A pontos helyét a honvédség térképészei mondják meg. A kerítés nem lukhat át a szomszédba, és a határ melletti földekből is csak pár méternyit foglalhatnak el. A magyar állam határtól 10 méteres távolságot jelenti, ez azért van szükség, hogy már a állami területeket túl ne használjuk. A katonák először a kerítésépítés miatt jelentek meg a határon, aztán járőrözni is elkezdtek. Pedig a parlament csak ma délután fogadta el a honvédség bevetéséről szóló törvénymódosítást. Köszönetet mondok a határainkon szolgálatot teljesítő rendőröknek és katonáknak. Fegyelmezet! A miniszterelnök beszédében ez volt az egyetlen mondat, amelyet az összes képviselő megtapsolt. Orbán Viktor arról beszélt, hogy több millió menekülő ostromolja a határokat, mert Európa gazdag, de gyenge. Veszélyben van Magyarország és egész Európa is. Ami most történik, az lerohanás, valójában lerohannak bennünket. Márpedig napi európai tapasztalat, hogy akit lerohannak, az nem tud befogadni. A háborús hasonlatoknál maradva Orbán arról beszélt, hogy a küzdelem kétfrontos. Egyrészt védik a határokat, másrészt küzdenek a nyugat-európai politikával, ami szerinte rövidlátó, mert befogadná a menekülőket. Brüsszelben fordítva ülnek a lovon. Mi azt javasoljuk, először vegyük elejét a népvándorlásnak, majd miután megvédtük a határainkat, utána beszéljünk arról, hogy mit kezdjünk azokkal, akik idejöttek, vagy ide akarnak jutni. A honvédség vezetője háború helyett csak válsághelyzetet mond. Bekő Tibor az MTI-nek azt mondta, hogy semmiféle összeírás, mozgósítást nincs, és nem tervezik a sorkatonai szolgálat visszaállítását. Jelen pillanatban az alaptörvény képezi az akadályt. Igaz, ez nem is lenne olyan egyszerű, mondja a jogász. Az alkotmány csak néhány esetben engedélyezi a sorkatonaságot. A rendkívüli állapot az, hogy vagy hadi állapot van, vagy egy idegen hatalomnak a fegyveres támadásának közvetlen veszélye áll fönt, vagy megelőző védelmi helyzet, amikor tehát külső fegyveres támadás veszélye van, ugye nem közvetlen, csak veszély van, illetve nemzetközi kötelezettség. Egyéb esetekben, különösen ugye békeidőben nem teszi lehetővé az alaptörvény a sorkatonaságot. A ma elfogadott módosítás után a katonák részt vehetnek a határőrzésében. Megállíthatnak és átvizsgálhatnak autókat, és irányíthatják a forgalmat. Lőni csak akkor lőhetnek, ha magukat kell megvédeniük, vagy azt a létesítményt, amelyet biztosítanak. A gumilövedékek, könnygázgránátok vagy elfogó hálók használata pedig egyszerűbb lesz. A mai módosítás után a rendőrség menekültek után kutatva akkor is bemehet bárki lakásába, házába, ha erre nincs hatósági engedélye. A titkos szolgálatokkal együttműködve pedig információkat gyűjthet külföldön a bevándorlással kapcsolatban. Rédli Balázs, 7/24. Vendégem Szenes Zoltán tábornok, egykori vezérkari főnök, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, köszönöm. A bejátszóból is hallottuk, hogy Benkő Tibor ezredes azt mondta, hogy a sorkatonaság bevezetése ettől még nem időszerű, vagy cáfolta, hogy ez lesz, de nyilván mindenki él ilyenkor a gyanúperrel. Van ennek bármi realitása? Nincs realitása, a vezérkari főnök úr mondta, hogy az alaptörvény szerint csak különleges helyzetben és megelőző védelmi helyzetben lehet. Tehát ez mi az a különleges helyzet? Hát mert háború, azért most hétről hétre háború, különleges háború. Helyzetek előtt. Ugye nem a politikai értelemben frazeológia, amit ugye miniszterelnökünk is használ, hanem a valóságos háború. Mind a kettő helyzet az a katonai hadviselés összefüggő. Itt ez egy teljesen rutinszerű, csak ugye a cél más, mert eddig például 2013-ban 1400 tartalékos hívtak be árvízvédelemre, ugye akkor senki nem kapta fel a fejét. Csak ugye most a különösen a mai törvényel összefüggésben a honvédség most egy új feladatrendszert kap, ami a határ államrendjének őrzésével kapcsolatos, és hát ugye ez politikailag érzékeny. Kik azok a tartalékosok, akik vannak tartalékban, kiket lehet ilyenkor behívni?
Ugye kétféle tartalékos van, jelen esetben az ügyet műveleti tartalékosok, tehát nem azok a tartalékosok, akik a laktanyát őrzik, mert ők egy HM-cégnek a alkalmazottjai, hanem a műveleti tartalékosok, akik szerződést kötnek a honvédséggel, és vállalják azt, hogy megfelelő kiképzés után rendelkezésre állnak. De ezek régi katonák? Hát nagyon sok köztük, ugye most ez egy bonyolult, de lényeg az, most sok katona van köztük, sőt nem csak katona, az ugye korai nyugdíjasok, akik ugye korábban azok voltak, akik most ugye nagyon sokan, több ezren vannak a szolgálatban, hiszen van nekik személyadó jövedelmi kedvezmény, és ugye kötődnek a hadsereghez. De ezen kívül van egy egyre növekvő hányad, ez még kisebbség, de egyre növekvő hányad, amely, akik ugye próbálnak a haza szolgálatába részt venni, tetszik nekik a pálya, és akkor tartalékosnak jelentkeznek. Milyen lépcső van az önkéntesek behívása után, ha nagyobb haderő kell? Nincs nagyobb. Tehát ha mozgósítás van, valóságos mozgósítás, akkor a hadköteleseket is be lehet hívni. Magyarország ugye több százezer hadköteles van. Tehát nincs fokozat a kettő nincs, között. Nincs, de az egy teljesen más jogi helyzet. Tehát itt ugye azért jelenik meg, és a médiában is fölvetődik, azért jelenik meg, mert a határ helyzettel függ össze, tehát a migrációval függ össze, és ez egy első alkalommal történő alkalmazás a tartalékosoknak. Ugye a képeken most már egy ideje látjuk a katonákat, attól függetlenül, hogy a törvény csak ma fogadta el a parlament, és gépfegyveres katonákat látunk, ami szintén sok aggodalomra, meg híre adott okot. Miért van náluk gépfegyver? A katona ugye a saját egyéni fegyverzetével, gépkarabélye vagy pisztolya teljesíti a feladatot, ugyanígy van ott is. Azért látjuk őket, mert amikor világossá vált, hogy majd módosítják a törvényt, a határ rendvédelmi feladatokra fel kell készülni, egy kéthetes gyakorlat zajlott, ahol a rendőrök segítségével, ahol felkészítik azt a 4300 főt, akit be akarnak vonni a határ védelmi feladatokba, hogy képes legyen a rendőrség együttműködni, és adott esetben a rendészeti feladatokat ellátni. Ha már számokat említ, mekkora magyar hadsereg békeidőben van? Hát meddig duzzasztható? A bruttó létszám 30 ezer fő, de azért mondom bruttó, mert ugye majdnem 5000 ember hiányzik a honvédségből. Tehát ez mire elég akkor? Hát azért kellenek a tartalékosok, mert a békeidőszakban létszámhiányos honvédség, nincs elég forrás rá, és ilyenkor, amikor a laktanyákból mennek ki határvédelmi, vagy építeni, vagy most mondjuk rendészeti feladatokra, ugye a laktanyában lévő feladatokat is el kell látni, és ezekre hívják be a tartalékosokat. Ha ez a helyzet, hogy így sincs elég ember, akkor a NATO kötelességeinknek ettől függetlenül tudunk felelni? Vagy ez teljesen ez független nem olyan helyzet. A nemzetközi feladatokat csináljuk. Ugye a honvédség elég kifeszített, hiszen az összes nemzetközi feladatát végzi. Ugye ott 820 ember külföldön van, csináljuk a balti légtérvédelmet, most még egy nagy amerikai gyakorlat. Tehát a nemzetközi feladatokat a honvédség csinálja, és erre jön be ez a plusz feladat, ugye a kerítésépítés, amit azt gondoltuk, hogy szeptember 15-tel befejeződik, az most megy tovább, közben jönnek ezek az új rendészeti típusú feladatok, amelyek reméljük nem kerül sor. Tábornok úr, köszönöm szépen, hogy itt volt, és elmondta mindezt.